Akkor kérlek benneteket, hogy az Efezus 3-hoz lapozzatok a Bibliátokban ma, ezt fogjuk megnézni. We're going to begin the book of 1 Corinthians soon. A korintusiakhoz írt első levélbe is hamarosan belevágunk. Again. But before we do, we're looking at several different messages, just some topical studies. Előtte viszont még néhány különféle tanítás vár ránk, néhány témakör szerinti dolgot megnézünk. While we were in Austria, amíg Ausztriában voltunk, I was praying, Lord, what do you want me to teach? Én azon imádkoztam, hogy Istenem, mit szeretném, miről tanítsak vasárnap. And so this is the passage that came into my heart. És hát a szívemen valahogy ez az igerész volt. And then I spent the next few days looking for another passage. És aztán az elkövetkező pár napot azzal töltöttem, hogy egy másik igeszakaszt próbáltam keresni. Where is a cool Old Testament Bible story I could tell? Hogy hol van egy olyan nagyon kis király történet, ószövetségi, amit mondjuk elmesélhetnék itt vasárnap délelőtt. Hát van jó pár. And then, but the Lord just brought me back over and over to this passage. De aztán az Úr valahogy újra és újra visszavezetett engem ehhez az igeszakaszhoz. So I trust that God wants to speak to us from it. Úgyhogy én tényleg úgy gondolom, hogy Isten ezt szeretné most hozzánk szólni. So we're going to be in Ephesians chapter 3, beginning in verse 14. Szóval ma az Efezus 3-ban fogunk időzni, a 14-es verstől. Before we get into meg. The word, let's pray, let's ask the Lord to meet us. De mielőtt tanulmányozni kezdjük Isten igéjét, imádkozzunk, kérjük Istent, hogy legyen itt közöttünk. We also want to pray for one of our dear pastors, Madaras István, Isti, who is one of our elders, it's his father. He had a stroke on Monday. Ezen kívül pedig egy kedves barátunkért és pásztorunkért, Madaras Istvánért szeretnénk imádkozni. Isti, aki ugye ismerjük itt a gyülekezetben, tudjátok, az őrült Isti, akit mi nagyon szeretünk, szóval neki az édesapja, neki hétfőn volt egy agyvérzése. Igen. And he's doing, I just spoke to Isti a few minutes ago, and his dad is doing, mentally his dad is fine, he's very sharp and... Pár perccel ezelőtt beszéltem Istivel, és azt mondta, hogy az édesapja, tehát mentális értelemben jól van, mm-hmm. tehát jól fog az agya, reagál dolgokra, csak fizikai értelemben még nagyon gyenge. So let's also pray for him, pray for quick recovery. Úgyhogy imádkozzunk érte is, jó, hogy hamarosan meggyógyuljon. Imádkozunk. Father, we do thank you, Lord, for your protection over István's life. We thank you that he is recovering. Uram, köszönjük, hogy István már kezd jobban lenni, köszönjük, hogy te vagy az, aki oltalmazod az ő életét. Lord, we thank you for how he knows you, how he sees your hand in every part of his life. Köszönjük, Uram, hogy ismer téged, köszönjük, hogy meglátja a te kezed munkáját az életének minden területén. And we pray, Lord, that you would cause him to recover even quicker than is expected. És Uram, a vártnál gyorsabb gyógyulást adj neki, ezért imádkozunk. Lord, for physical strength, we pray. Fizikailag is erősítsd őt meg. Help him, Lord. Segíts neki. Be with the whole family, of course. És persze legyél az egész családdal. Lord, as they at this time learn to draw closer to you and also to each other. Hogy ebben az időszakban ők még közelebb mennek hozzád, és egymáshoz is közelebb kerülnek. And once again, Lord, we are reminded of how important it is that we know your word. És ez megint csak emlékeztet bennünket arra, Uram, hogy mennyire fontos az, hogy ismerjük a te ígédet. Life gets difficult. Hogy tudjuk, hová fordulhatunk, amikor nehezebbre fordul az élet. So, Lord, as we look at your word, úgyhogy, Uram, ahogy megnyitjuk a te ígédet, strengthen us, Lord. Kérlek, erősíts meg bennünket. Draw us closer to Jesus. És vonj bennünket közelebb Jézushoz. Jézus nevében. Amen. Amen. This is a prayer of Paul to the Ephesian church. Itt Pál egy imádságát olvashatjuk, amelyet az efezusi gyülekezetnek szánt. And because it's then in the scriptures, we know that it's then God's heart for us. És ugye mivel szerepel az írásokban, tudhatjuk, hogy Isten szívét közvetíti ezt számunkra. So what Paul prayed for those believers in that day is true for you and I today. Right now. Amit Pál az akkori hívőkre vonatkozóan írt, az ebben a pillanatban ránk is igaz. The prayers of Paul are especially beautiful if you have the chance to read through. You can read through the book of Ephesians, see another prayer. Beautiful prayers. Ha valaha is lehetőségetek van arra, hogy végigolvassátok Pál különböző imádságait, akkor látni fogjátok, hogy gyönyörű imádságokat írt. Nem csak erre vonatkozik ez, hanem például az Efezusiakhoz írt levélben egy későbbi részben szintén egy szépséges imát olvashatunk. I just feel like when he's praying these things, my heart
you know, just goes, yeah, that I need that. Yeah, I want that. That's really good. Én valahogy azt érzem, hogy amikor elolvasom ezeket az imádságokat, akkor rezonál erre a szívem, hogy igen, igen, ez olyan jó, én is erre vágyom, ez beginning nagyon jó. Beginning in verse 14. A 14-es verstől. For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, menjen és földön. That he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. And I'll stop kind of at each point just to make a few comments upon each little bit of his prayer. És minden főbb pontnál megállunk majd, hogy részleteiben megvizsgálhassuk az imádságot. Paul prays here that we would be strengthened with might by the Spirit in the inner man. Pál itt ugye azt imádkozza, hogy hatalmasan megerősödjön bennünk a belső ember az ő lelke által. Paul understood that where we need strength is in the inner man. Pál megértette azt, hogy ahol nekünk erőre van szükségünk, az a mi belső emberünk. Paul also calls this the new man, because we're new creations in Christ. Pál erre egy új emberként is szokott utalni egyébként leveleiben, hiszen mi új teremtmények vagyunk Krisztusban. And notice what he says there. He says that it would be granted according to the riches of his glory. És nézzük csak, hogy mit ír itt. Azt mondja, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint. Paul's prayer here is that God would, through the riches of his glory, strengthen you and I in the inner man. Pálnak tehát az itt az imádsága, hogy az ő dicsőségének gazdagsága szerint Isten erősítsen meg téged is és engem is, ami belső emberünket. You ever asked a friend, you know, hey, could I borrow some money? Kértél valaha kölcsön pénzt egy barátodtól? Hopefully they're still friends if you paid it back. Remélhetőleg sikerült visszafizetned, és mindig barátok vagytok. Hey, you know, can I borrow 240? Mindenesetre volt már ilyen, hogy azt mondtad egy barátodnak, hogy kérhetek 200 forintot. Yeah, no problem. Persze, tessék, itt van. Hey, can I borrow 2000 forint? És figyelj, 2000 forintot is kölcsön kérhetnék. We're good friends, okay. Na jól van, hát jó barátok vagyunk, ám legyen. Hey, can I borrow 20,000 forint? És figyelj, 20,000 forintot is kölcsön kérhetek. We're not that good of friends, buddy. Azért ennyire jó barátok, kis haver nem vagyunk. You know, or maybe, you know, it's just that kind of, boy, it's kind of all I got, you know. Vagy lehet, hogy az van benned, hogy fú, hát nekem is csak ennyim van. This is it, if I give you that, that's... Tehát az utolsó 20,000-esemet, ha odaadom, akkor kampetsz. And I think sometimes, you know, we kind of feel like we might be draining God because of all of our requests. És én azt gondolom, hogy néha úgy érezzük, hogy teljesen leszívjuk Istent a rengeteg sok kérésünkkel. Lord, can I have just a little bit more forgiveness? Istenem, egy kicsit többet még a megbocsátásodból kérhetnék. Yeah, you can have a little bit. Persze, egy picit kaphatsz. Can I have a little bit more? Okay. És egy picit többet is esetleg? Na jó. Lord, I'm a horrible sinner in need. Oh, come on, this is too much. Uram, én rettenetes bűnös vagyok, nekem sok-sok megbocsátásra van szükségem. Jaj, nem áll, hát azért túl ne lőj a célon. Who do you think I am, you know? Mit gondolsz, ki vagyok én? You know, and so we feel like maybe, you know, we could be exhausting the patience of God, the love of God, szóval the kindness of God. Néha ezt érezzük, hogy kimeríthetjük, hogyha túl sokat kérünk, kimeríthetjük Isten megbocsátását, szeretetét, jó indulatát irántunk. But Paul prays, he says, I pray that God would strengthen you in your inner man according to his, the riches of his glory. Viszont amikor Pál imádkozik, akkor azt mondja, hogy az ő dicsőségének gazdagsága szerint adja meg nektek, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember. That you would know that it's God's delight to strengthen you. Hogy megtudjátok azt, hogy Istennek óriási örömére szolgál az, hogy megerősítsen benneteket. He gives out of his abundance. Hogy nála bőségesen elérhetők ezek a dolgok. You're not draining God. Tehát nem leszívjátok ezzel Isten erőforrásait. You know, the meter of forgiveness has dropped below sufficient levels. Tehát ez nem arról szól, hogy az ő megbocsátását, a megbocsátása mértékének a mutatója, az most már olyan szintre zuhant, hogy már nincs több. There's always more. Mindig van több. Out of his, the riches of his glory he gives. Az ő dicsőségének gazdagsága szerint ad. And what is our need? What's our, it's that the inner man be strengthened. És mi a mi szükségletünk, az, hogy a belső emberünk megerősödjön. Not just that we would have a better day. Nem csak azért, hogy jobb napunk lehessen. Or blessed food. Vagy hogy áldott legyen az étek, amit az asztalra teszünk. But that the new man who God has created
would be stronger and stronger and stronger. Hanem azért, hogy egyre inkább megerősödjék az az új ember, akit Isten teremtett. Paul goes on and he prays in verse 17 that Christ may dwell in your hearts through faith. I'll just stop there. Pál aztán így folytatja a 17-es versben, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Itt megállunk. This word to dwell means to take up a permanent or an abiding residence in your hearts. Ez a kifejezés, hogy Krisztus lakjék szívetekben, ez azt jelenti, hogy beköltözni valahová tartósan. And that's the idea here, is God is desiring to take up a permanent residence in your lives. És itt pontosan erről van szó, hogy Isten egy állandó lakóhelyet szeretne rendelkezni a te életedben. Now again, Paul's praying to Christians, right? Ugye ne feledjük, hogy Pál itt keresztényekhez imád, keresztényeknek szánja ezt az imád. You say, well, isn't already Christ dwelling in us? Yes. Csak megkérdezhetnéd, na de nem áll fenn már most is az az eshetőség, hogy Krisztus bennem él? De. He is. Igen. But Paul's prayer here is that there would be a deeper abiding presence of the Lord in our hearts, that it would go deeper and deeper and stronger and stronger. Pál imádsága viszont az, hogy még mélyebben meggyökerezzék ez a mi szívünkben, az, hogy Jézus bennünk él, hogy egyre mélyebb és egyre bensőségesebbé váljon ennek nyomán a Jézussal való kapcsolatunk. I know that the Lord dwells within me. Én tudom, hogy az Úr bennem él. But I also know that he ought, and I ought to allow him to dwell deeper and more within me. De azt is tudom, hogy arra kér engem, hogy engedjem neki, hogy még jobban befészkelhesse magát az én szívembe, hogy még mélyebben meg tudjon érinteni területeket. And this is Paul's prayer for you and for me, that our hearts, that our lives would be a place where the Lord Jesus could take up residence. És Pálnak ez az imádsága számodra és számomra is, hogy a mi szívünk egy olyan helyé váljon, ahol az Úr Jézus lakni tud. Is Jesus comfortable in your life? Jézus kényelmesen mozog a te életedben? Is he able to reside within your heart? És megengedted neki azt, hogy tényleg beköltözön a szívedbe? Or is he like, you know, when you have guests and you didn't clean the house yet? Vagy ez olyan, mint amikor vendégek vannak, csak right? Még nem takarítottad ki a lakást. And so they can go into, the guests can go into this room and the bathroom and that's it. Úgyhogy le vannak zárva bizonyos szobák, tehát mondjuk van a vendégszoba, oda beléphetnek a vendégek, meg mondjuk a fürdőszoba, de a többibe jobb, ha nem teszik be a lábukat, mert még nagy a kupi. If they go anywhere else, they'll see the mess. Ugye, hogyha bárhová máshová belépnek, akkor látják a rendetlenséget. And you took everything in that one room and you threw it into the other room. Mert eleve úgy csináltad septiben, hogy fogtál mindent a különböző szobákból, és volt egy szoba, ahová mindent behánytál az összes kupit. Oh, and they say, what's in that room? No, you can't go in there. Nothing's in that room. És ha megmerik kérdezni, hogy ugyan mi van abban a szobában? Ja, semmi. Üres az a szoba, de be ne lépj. It's a room that is not allowed for you. Ez egy olyan szoba, ahová te sajnos nem léphetsz be. I mean, but imagine a guest who just says, well, let me just go check it out. De képzeld el, hogy a vendéged erre azt mondaná, hogy na jó, de hadd menjek, hadd nézzem már meg. Let me go into your bedroom. What's in the drawer? What's in the closet? What do you got in there? Bemehetek a hálószobádba. Bemehetek a hálószobádba. Na hát, és mi van a szekrényedben? Nem már, tényleg ezt te hordod? Még sose láttam rajtad. Oh, you should wear this. This would look good on you. You should not wear this one. I don't believe you. Ezt meg igazán hordhatnád, mert jól állna rajtad. Ezt meg nagyon nem kéne hordanod. Nem is értem, hogy mit keresik. And you would think this is the worst guest ever. És ha ilyen lenne a vendéged, akkor arra gondolnád, hogy ennél szörnyűbb vendéget elképzelni se tudsz magadnak. And by the way, that is the worst guest ever. Don't do that if you're in people's homes. Egyébként ez tényleg, ez a fajta vendég, ez tényleg horror. Tehát ha így vendégeskedsz valakinél, akkor ezt ne add elő. But it's different though when family comes over, right? De azért más az, amikor mondjuk családtag érkezik, I mean a little nem? Bit. They still shouldn't go through your clothes. Egy kicsit más, nem? Tehát azért nem kéne, hogy végig caplassanak az összes ruhádon a szekrény. De but there's just something different about that. De azért mégis más a felállás. When Joy and I were first married, we had a lot of people stay with us. Amikor Joy live with us. Annak idején összeházasodtunk, akkor sok ember jött hozzánk és velünk élt egy ideig. And then for quite a bit of time, my brother came and lived with us. És aztán volt egy elég hosszú idő, amikor a fivérem is jött és velünk élt. And where we had guests, we felt the need to kind of, you know, I don't know, not be nice, but you know, take care of them. You know, they're guests. We gotta make sure they know where things are and all. És amikor valaki vendégként volt nálunk, akkor különös figyelmet fordítottunk arra, hogy mindent megmutassunk nekik, hogy azért úgy otthon érezhessék magukat. But when my brother came and lived with us, it's like there's the kitchen. Do something. Viszont mikor jött a fivérem, akkor csak ennyi volt, hogy na, figyelj, arra van a konyha, azt csinálj, amit akarsz. When a guest comes, hey, can I have something to drink? Oh, of course, let me get it for you. Here you go. And my brother comes over, hey, can I get something to drink? Yeah, hello, it's over there. Ugye, amikor vendég érkezik, akkor
valamilyen szinten körülug rájuk, hogy kérhetek egy pohár vizet, jaj, persze, már is hozom. Aztán, amikor a fivérem megérkezett, és ugyanezt előadta, hogy kérhetek egy pohár vizet, hát kérhetsz, figyelj, ott a konyha, no. És szolgáld ki magad. Yeah. It's over there, what do you want me to do? Pour down your throat? What's going on here? Bele is öntsem a szádba, vagy most mire vársz? Menj és önts magadnak vizet, mondtam a fivéremnek. You know, hát család, egy család it's vagyunk. Family. It's okay. It's yours. Vagyunk. My house is your house. Figyelj, az én házam, a te házad, érezd otthon magad. And what the Lord desires is to go from being a guest in your life to being family in your life. Az Úr pedig arra vágyik, hogy ebből a vendég státuszból az életedben átkerüljön családtag státuszba. Where he no longer has to feel like there's a confined area that he's allowed to go into. Amikor már nem kell úgy éreznie, hogy vannak kijelölt területek, amelyeken belül Isten az életedben mozoghat. That Christ would dwell in your hearts. Tehát azt mondja Pál, hogy Krisztus lakozzék a szívetekben. Verse 17 continues, being rooted and grounded in love, that you may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, the depth, and the height, to know the love of Christ which passes knowledge, and that you may be filled with all the fullness of God. 17-es folytatva, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten minden átfogó teljességéig. And so Paul tells us that there are dimensions to the love of God. Pál tehát azt mondja, hogy Isten szeretetének vannak bizonyos vetületei. There are dimensions, height, depth, length, breadth. Tehát Isten szeretetének kapcsán beszélhetünk annak hosszúságáról, annak magasságáról, mélységéről, szélességéről. The love of God can be measured in one sense. Bizonyos értelemben Isten szeretete mérhető. Charles Spurgeon wisely said that there are many people who treat the love of God as if it's some fanciful theory or theoretical concept rather than a sharp construct. There's some substance to the love of God. Charles Spurgeon azt mondta, hogy vannak olyan emberek, akik Isten szeretetét úgy tekintik, hogy az lényegében csak egy kedves kis elmélet. Az csak egy valamiféle légből kapott elképzelés. Nem olyan dolog, ami konkrét lényeggel bír, ami kézzelfogható, körülhatárolható, tapintható. The love of God has dimension. Isten szeretetének viszont vannak konkrét vetületei. It has width. Van szélessége. How do you measure width? Hogyan mérjük a szélességet? You can see how wide a river is by seeing how much it covers, right? How long is it? Ugye megállapíthatjuk, hogy milyen széles egy folyó, azáltal, hogy mekkora az a terület, amelyet beborít. The river of God's love is wide. How wide? Isten szeretetének folyama széles. Milyen széles? Well, it's wide enough to cover our sins. Elég széles ahhoz, hogy a bűneinket elfedezze. It's wide enough to cover over every circumstance of life. Elég széles ahhoz, hogy beborítsa az életünk minden körülményét. How wide is the love of God? Milyen széles akkor Isten szeretete? For God so loved the world. That's how wide the love of God is. Mert Isten úgy szerette a világot. Na, ilyen széles Isten szeretete. The love of God can cover over every single person's life. Isten szeretete be tudja borítani minden egyes ember életét. It's wide. Úgyhogy nagyon széles. There's a breadth to the love of God. Van tehát Isten szeretetének egy szélessége. There's a depth to the love of God. És van egy mélysége is Isten szeretetének. How deep is God's love? Milyen mély Isten szeretete? It's so deep that it can cover any sin. Annyira mély, hogy bármely bűnt elfedezi. The Bible says where sin abounds, grace abounds more. A Bibliában azt olvassuk, hogy ahol megsokasodott a bűn, ott még inkább bővölködött a kegyelem. No matter what you've done or are doing, you will never exhaust the love of God. Függetlenül attól, hogy mit tettél a múltban, vagy mit teszel épp, sosem tudod kimeríteni Isten szeretetét. Where sin abounds, grace abounds even more. Ahol megsokasodik a bűn, ott még inkább bővölködik a kegyelem. There's a length to the love of God. És van egy hossza is Isten szeretetének. And now, when you try to figure this out, ask yourself this question. És ahogy ezt próbáljuk megérteni, tegyük fel magunknak a következő kérdést. When did the love of God start towards me? Mikor kezdődött Isten szeretete irántam? And how long will it continue for? És milyen sokáig fog az tartani? And that measures the length of God's love.
És ha erre tudunk válaszolni, akkor ez mutatja, hogy milyen hosszú, vagy úgy is mondhatnánk, hogy hosszan tartó Isten szeretete. When did God start loving you? Mikor kezdett el Isten téged szeretni? Well, Jeremiah 31 says, I have loved you with an everlasting love. Hát a Jeremiás 31-ben azt olvassuk, hogy örök szeretettel szerettelek. I heard one commentator say, I think he's right, he says, had God, if God began to love me when he made me, he wouldn't have ever loved me. I'm thankful that he loved me before he made me. Egy Biblia magyarázó erről úgy fogalmazott, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ha Isten csak onnantól szeretett volna engem, amikor megalkotott, akkor nem is szeretett volna. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy Isten engem már akkor is szeretett, amikor még meg sem alkotott. And when will God stop loving you? When will the day come when God says, okay, time to move on? És mikor jön el az a pont, amikor Isten szeretete befejeződik irántad, amikor azt mondja Isten, hogy na jó, innentől kezdve végeztünk veled. I've loved you for, you know, 60 years. I didn't expect that you'd still want my love, you know. Én már 60 éve folyamatosan szeretlek téged, nem gondoltam, hogy ennyi év után is még mindig vágysz az én szeretetemre. Or how many years into eternity will the love of God stop? És az örökkévalóságban hány éves viszonylatban múlik majd el Isten szeretete irántunk? Never. Sosem. Everlasting love. No beginning, no end. Ez egy örökkévaló szeretet. Nincs kezdete és nincs vége. And this is a concept so difficult for you and I to understand and to accept. És ez egy olyan elképzelés, amit rettenetesen nehéz számunkra egyrészt megérteni, másrészt elfogadni. Because we're limited. Mert véges a mi értelmünk. Our love has a beginning and our love has an end. És mert mi is korlátok között mozgunk, a mi szeretetünknek van egy kezdete és van egy vége. And so we understand in terms of beginning and end. It's so foreign to think outside of those concepts. Úgyhogy mi ezekben szoktunk gondolkodni, hogy hol van a dolognak az eleje és hol van a dolognak a vége, és minden olyan elképzelés, ami ezen kívül áll, azt nehéz felfognunk. God loved you before you were you. Isten már azelőtt is szeretett, hogy te lettél volna. And he'll love you forever. És örökké szeretni fog. That's who he is. Mert ő ilyen. How long is God's love? It's a love that has no end. Milyen hosszú, milyen hosszan tartó Isten szeretete. Ez tipikusan egy olyan szeretet, amely soha véget nem ér. How high is God's love? Milyen magas Isten szeretete. Well, to see the height of God's love, ask yourself this. Hát ahhoz, hogy meglássuk, hogy milyen magas Isten szeretete, tegyük fel a következő kérdést. How high can God's love lift me? Milyen magasságokba tud engem emelni Isten szeretete? And what does Ephesians say? That we have been seated in heavenly places. És mit olvasunk az Efezusiakhoz írt levélben? Hogy mi is helyet foglalhatunk ott a mennyei helyen. How high does God's love go? Szóval milyen magasra nyúlik Isten szeretete? So high that it takes you right up into the heavenlies. Olyan magasra, hogy felvisz egészen az égbe. Can we really comprehend the love of God? Fel tudjuk mi tényleg fogni Isten szeretetét? The height, the depth, the length, the breadth. Annak magasságát, mélységét, hosszát és szélességét. Well, in one sense, no. Bizonyos értelemben nem. Because these are, though they have dimension, the depth, the greatness, the expanse of these of the dimensions will take us an eternity to learn. Mert noha vannak konkrét dimenziói Isten szeretetének, ha tüzetesebben megvizsgáljuk annak mélységét, annak szélességét, magasságát és hosszát, akkor ezek mind a végtelenbe nyúlnak. And ultimately Paul is describing in utilizing these terms of measurement, he's describing the cross. És alapvetően, amikor ezekre a különböző dimenziókról beszél Pál, hogy hosszúság, szélesség, lényegében a keresztnek a képét festi elénk. The length, the depth and the breadth of God's love. It's a picture of the cross. Amikor Isten szeretetének hosszáról, mélységéről, szélességéről, magasságáról beszél, akkor lényegében a keresztről szól nekünk. When you and I are in need of a dose of God's love in our lives. Amikor szükségünk van Isten szeretetének egy újabb dózisára az életünkben. An injection of God's love. Amikor kell intravénásan Istennek a szeretetéből egy kicsi az életünkben. To the cross. Akkor oda kell mennünk a kereszthez. We must go to the cross. Akkor muszáj oda mennünk a kereszthez. God's love is wide enough to include every person. Isten szeretete elég széles ahhoz, hogy ebben minden ember beletartozzon. It's long enough to last for all of eternity. Elég hosszantartó ahhoz, hogy az egész örökkévalóságig terjedjen. God's love is deep enough to reach the worst sinner. Isten szeretete elég mély ahhoz, hogy a legszörnyűbb bűnöst is elérje. And his love is high enough to seat us in the heavenlies with him for eternity. És elég magas ahhoz, hogy aztán eljutasson bennünket az örökkévalóságba, hogy ott helyet foglalhassunk Krisztus mellett. Know the love of Christ.
Bárcsak megismernénk Krisztus szeretetét. Which passes knowledge. I love that little ending. Mely minden ismeretet meghalad. Ez nekem tetszik. Know the love of God because you can't know it. Ismerjétek meg Isten szeretetét, noha az minden értelmet meghalad. It's like school nightmare. Here's the book, just study the book and you'll do fine, but you'll never be able to know it. Tudjátok, ez rémálom, mint az iskolában, hogy kezembe nyomnak egy könyvet, you'll és azt mondják, hogy figyelj, akkor ezt most tanuld meg kívülről, és akkor minden rendben lesz, de teljesen sosem fogod érteni ezt a témát. But what if I read it 10 times? Yeah, you can read it 10 times, but you'll never get it. De mi van, ha 10-szer is elolvasom? Hát elolvashatod 10-szer is ezt a könyvet, de sosem fogod igazán érteni, hogy miről szól. The love of God. Isten szeretete can be known and yet it is beyond total knowledge. Megismerhető és mégis meghaladja a teljes megismerhetőséget. I know the love of God. Én ismerem Isten szeretetét tényleg. As of my understanding today, I know the love of God. Azt tudom mondani, ameddig ma így eljutottam, hogy ismerem Isten szeretetét. But it's my prayer, my deep longing. De az én legmélyebb vágyam, az én imám. That next year my knowledge is greater. Az, hogy jövőre még többet tudjak Isten szeretetéről. Of the love of God. Még jobban ismerjem Isten szeretetét. He then says he prays that we would be filled with all the fullness of God. There's just a small little prayer. Szóval azt mondja, hogy teljességre jussunk, Isten mindent átfogó teljességéig. Egy kis imádságot mond itt. He prays that we would be filled with all the fullness of God. Now the Bible says that the heaven of heavens cannot contain him. Azt mondja, hogy Isten mindent átfogó teljessége töltsön be bennünket, de hát közben meg a Biblia azt mondja, hogy még a menny sem tudja őt teljesen befogadni. And then here's Paul saying, I want God to cram all of himself into all of you. És erre Pál azt mondja, hogy én meg azt szeretném, hogyha Isten valahogy beszuszakolná magát teljes mértékben mindannyiótokba. It's like packing for a long trip, you know, just push it down. Mint amikor az ember egy hosszú útra indul, és már minden aprócska helyet kihasznált a bőröngyében, és még próbál valamit oda benyomni, és már ráül, hogy be tudja zárni. Can you and I handle all of God? Te meg én, mi vajon tudnánk mit kezdeni az Isten teljességével? No. Nem. That's the point. Pont ez a lényeg. And this is Paul's prayer. És ez Pál imádsága. I want you to be overwhelmed by all of who he is. Szeretném, ha teljességgel lenyűgözne benneteket mindaz, ami Isten. I want you to be overwhelmed. Szeretném, ha lenyűgözne benneteket teljesen, ha túláradóan erőt venne ez rajtatok. Have you met God like that recently? I hope so. Mostanában ti találkoztatok így Istennel? Remélem, hogy igen. You're just kind of you're overwhelmed by who God is. Amikor teljesen elborít az, hogy milyen Isten. He's greater, he's better, he's stronger. Hogy ő nagyobb, hogy ő erősebb, hogy ő jobb. God is more. Isten minden szempontból több. And Paul's prayer is that we would have all that God is in our lives. És Pál ezért imádkozik, hogy legyen ott az életünkben mindaz, ami Isten. And now verses 20 and 21. És most a 20-as, 21-es verset nézzük. These are what we would call a doxology. És ez itt egy úgynevezett doxológia, vagy egy Isten dicsőítő ima. Yeah, it's a prayer and a praise to God. Tehát egy Isten dicsőítő ima, ahogy mondtuk is. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre örökkön örökké. Amen. These are some of my favorite verses. Hát ez a kedvenc néhány igeversem közé tartozik. Let's start in verse 21 though. Kezdjük előbb a 21-es verssel. To him be glory. Azé a dicsőség. This is not Paul stating theological fact. Itt nem arról van szó, hogy egy teológiai tényt állít Pál. To him be glory. That's good. Hogy azé a dicsőség, vagy övé a dicsőség. Na, jó. That's a true statement. That's not what Paul's saying here. Ez egy valós állítás. Igen, de itt most nem erre élezi ki Pál. Paul here, and as we get more into this, you're going to see it. Paul is overwhelmed by God. Ahogy tüzetesebben megvizsgáljuk ezt a részt, látni fogjátok, hogy itt inkább arról van szó, hogy Pált teljességgel lenyűgözi Isten. To him be glory. És ezért mondja, hogy azé a dicsőség. It's like, Paul is like, you know, shouting out to his favorite musician, his favorite rock star, his favorite whatever. Ez olyan, mint hogyha, his favorite is God. Mint hogyha Pál kiáltana, ilyen elismerően kiáltana valamit az ő kedvenc zenészének, az ő kedvenc rock sztárjának, vagy bárkinek. És ez történetesen számára Isten volt. It's so funny how church can be, you know, where people will go to sporting events and act like ridiculous crazies.
annyira vicces, hogy milyen is tud lenni így az egyház berkein belül a felállás. Az ember mondjuk elmegy egy sporteseményre, és teljesen önmagából kikelve őrült módjára ordít. You know, see these guys paint their faces. Meg ugye eleve befesti az arcát, meg a hasára fest valamit. You know, carrying signs that they handmade before they came to the game. Meg eleve visznek magukkal különböző. They put time into it. Ugye táblákat, amiket lehet lengetni, meg zászlókat, amiket előtte saját kézzel készítettek, tehát abszolút időt szántak erre. Or they go to the, you know, you go to the rock concert. Vagy elmész egy rock koncertre. Shouting out your favorite person's name, you know. És kiáltozod a te kedvenc zenészednek a nevét. But then you come to church and it's like, oh, we need to be respectable. És aztán eljössz gyülekezetbe, és azt mondod, hogy na hát azért itt tisztelet teljesen kell viselkedni. It's like a heavenly library, divine library, you know. Ez olyan, mint egy ilyen mennyei könyvtár típusú dolog. God's the librarian and he's constantly saying, shh. Isten a könyvtáros, és ő föl alá jár, kell, és mindenkire rászól, hogy csit. And you know, we begin to worship and oh, calm down, calm down. Elkezdenénk dicsőíteni, és jaj, de nyugodjatok már meg. You know, God doesn't like a lot of excitement, you know, it scares him. Istennek ez nem tetszik, hogy az ember úgy felpörög, hát ez megijeszti. And certainly I'm not saying let's paint your faces and bring signs to church. We'd rather you didn't. Most nem azt mondom, hogy akkor fessétek be az arcotokat egy-egy istentiszteletre, és meghozzatok ilyen mindenféle táblákat, amiket lengethettek, szóval mondjuk lehet, hogy inkább ne, azt vihetitek a sporteseményre. But there is a reality to ascribing glory to God. God deserves glory. De azért igenis van ebben valami, hogy Istennek tulajdonítjuk a dicsőséget, mert ő megérdemli. He deserves it. Ő méltó rá. Some people feel awkward, you know, giving praise to the Lord. Vannak olyanok, akik furcsán érzik magukat, hogy esetleg próbálják Istent dicsérni. Everybody has different reasons, so I don't know what your reason might be. Megvan erre a saját különbejárató oka. But I know for many it's the lack of reality of who God is in their life. De sokak számára ez talán arra vezethető vissza, hogy nem annyira valóságos Isten az ő életükben, olyan furcsának tűnik ez az egész, hogy Istent dicsérjék. But when you know there's a real person that you are really speaking to, it doesn't seem so weird. Amikor viszont tudod, hogy ő egy valós személy, akihez ténylegesen szólhatsz, akkor már nem olyan furcsa ez. And there's Paul. Glory to God. He's overwhelmed. És Pál teljesen lenyűgöz Isten, és ezért mondja, hogy azé a dicsőség, vagy Istené a dicsőség. To him be glory in the church. Azé a dicsőség az egyházban. Listen, to the sports athlete be glory in the sports stadiums. Tudjátok, a sportolóké a dicsőség a stadionokban, ugye? To the famous actor be glory on stage or TV. És a híres színészeké a dicsőség ott a televízióban, vagy ott a színpadon. To the famous musician be glory on CD. És a híres zenészeké a dicsőség a CD-n. But to God be glory in the church. Istené a dicsőség az egyházban. This is the arena in which God must be glorified. Ez az a helyszín, ahol nekünk dicsőítenünk kell Istent. Not the building, but you, the people of God. Nem az épülethez kapcsolódik ez, hanem hogy nektek Isten népének fontos, hogy dicsőítsétek Istent. We are to reflect the glory of God. Mert nekünk tükröznünk kell Isten dicsőségét. We are the place where God is meant to be praised and honored. Mi vagyunk az a hely, amit Isten arra rendelt, hogy ott tisztelegjünk előtte, hogy ott dicsérjük őt. Where is it that God is to be praised? It's in the church. Hol van tehát az a hely, ahol Istent dicsérnünk kell? Az egyházban. And Paul goes on, he says, to him be glory in the church by Jesus Christ. És azt mondja, hogy azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által. If the church is the theater where the world is to see the glory of God. Tehát hogyha az egyház felel meg annak a színháznak, ahol a világnak látnia kéne Isten dicsőségét. Then Jesus is the star. Akkor Jézus a sztár. He is the main character. Akkor ő a főszereplő. He's the only character. Sőt, az egyetlen szereplő. He is everything. Ő minden. And the church glorifies God by providing an atmosphere, a place, lives by which Christ can work. És az egyház úgy tud dicsőséget szerezni Istennek, hogy egy olyan helyszínt és egy olyan légkört teremt és olyan embereket, akik között Isten munkálkodik. Let's change the picture from a theater to a hospital for a minute. Ha most egy kicsit eltoljuk a képet, okay? És eltávolodunk a színház képétől és a kórház képét vesszük elő. The church is the hospital. És azt mondjuk, hogy az egyház, kórház. And Jesus is the only physician. Jézus pedig az egyetlen orvos. And so God gets glory in the
the hospital by the people who get well by his surgeon Jesus Christ. Szóval Istené lesz a dicsőség a kórház berkein belül Jézus Krisztus az egyetlen orvos keze munkája által. Each one of our lives transformed by the power of Jesus Christ brings glory to him in the church. Tehát mindannyiunk élete, ahogy azt Jézus Krisztus az ő ereje által átformálta, minden egyes embernek az élete Istennek szerez dicsőséget az egyházban. A changed life. Egy megváltozott élet. A changed life. Egy kicserélt élet. That is what Jesus does. Ezt teszi Jézus. Through the cross. A kereszt által. And he is glorified in the church. És ő megdicsőül az egyházban. To him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre örökkön örökké. I was thinking about this last night, you know, as you know, thinking about all the people my dad used to like to listen to when he was a kid, all the musicians he was into. Pont tegnap este gondolkodtam ezzel kapcsolatban, és eszembe jutottak azok a különböző zenészek, akiket annak idején édesapám hallgatott még gyerekkorában. And you know, we would listen to music and my dad said, "Oh, that's not music. Let me show you some music." És például a mi gyerekkorunkban is ugye hallgattunk bizonyos zenekarokat, és erre az édesapám mindig azt mondta, hogy jaj, ugyan már, ez nem is igazi zene. Na majd megmutatom én nektek, hogy mi az igazi zene. And we put on his music and we're like, "Ugh, who is that?" És berakta az ő kedvenceit, mi meg csak visszajogva néztünk, hogy ez ki. And he'd name off all these bands that he loved when he was a kid. És elkezdte felsorolni mindezeket a zenekarokat, akiket ő annyira szeretett gyerekkorában. Now some of those were they're timeless. We know, we all, you know, some of them. He says Led Zeppelin. I said, "Okay, yeah, we like Led Zeppelin." Vannak olyanok, amelyek örök életűek, tehát mind a mai napig, hogyha azt mondaná nekem, hogy Led Zeppelin, akkor én is azt mondanám, hogy hát igen, ismerem is meg, oké, az jó tényleg. But then my dad said Neil Diamond. Aztán azt mondta az édesapám, hogy Neil Diamond például, őt is szerettem. No. And my dad had all these other names. Who is that? És az édesapám még felsorolt egy csomó másik nevet, mi meg néztünk, hogy ez meg ki. But that comes back around when you have kids. De aztán valahogy a történelem megismétli önmagát, amikor az embernek saját magának is gyermekei lesznek. And you listen to what they like and you say, "Oh no, listen to this. This is good music." És belehallgatsz abba, amit a gyerekek hallgatnak, és azt mondod, hogy ó, mama, figyeljetek, inkább hallgassátok meg ezt, mert ez aztán az igazán jó zene. And they hear that and they say, "What in the world is that?" A gyerekek meg belehallgatnak, és fogják a fejüket, hogy ez mi? Hát ez nem zene. But the big stars of today, many of them are, you know, big stars when we were kids aren't stars today. Their names mean nothing. Napjainkban is vannak új donsült sztárok, és annak idején, amikor mi voltunk gyerekek, akkor is voltak nagy sztárok, de a mai nemzedéknek az ő nevük sokszor már semmit nem jelent. It gets worse if you pull out photo albums of yourself when you were younger too. Aztán még rosszabbra fordul a helyzet, amikor az ember előránt olyan fotóalbumokat, amelyek gyerekkori képeket tartalmaznak. Who is that? Who are those people? És ugye néznek, hogy ez ki? Kik ezek az emberek? My dad got married during the hippies time. Az édesapám a hippi korszak idején házasodott. He wasn't a hippie, but he sure seemed to dress like one. Ő maga nem volt hivatalosan hippie, de nagyon úgy tűnik így utólag, hogy úgy öltözött ő is. And in his wedding picture. És az esküvői fotójukon. He had a light blue suit on. Egy világos kék öltönyben volt. Világos kék. With ruffles. Ja, igen. És tudjátok, jaj, hogy is van az magyarul az. If there's no word, God bless you. If there is no concept, you're blessed for that, okay? Örülhettetek volna, ha nem lett volna ilyen magyarul, ez azt jelentette volna, hogy nem tudjátok, miről van szó, és nem volt itt ilyen, de... They were white with the tips were light blue as well. És ez fehér volt az ingnek ez a része, de a szegélye szintén világos kékben pompázott. And we're looking at this picture like, the woman we recognize as mom. But who's the psycho in the blue suit? És így néztük az esküvői képet, és így mondtuk, hogy jó, hát ezt erről a hölgyről, jó, őt felismerjük, hogy ő édesanyja, de ki ez az őrült itt mellette ebben a világos kék öltönyben? And of course my dad would, you know, he would, you know, no, it was the style back then. Well, it was a bad style. És persze, az édesapám mentegetőzött, hogy de nem, hát az a stílus dívott abban az időben, hát jó, attól még rossz stílus and, you know, volt. What one generation thinks is so cool, the next generation thinks is so lame. Tehát amiről az egyik nemzedék azt gondolja, hogy ez mennyire menő, a másik azonnal azt gondolja, hogy ez mennyire gáz. And you have to wait about three generations until that last generation was cool, you know, it takes about three. És van ennek azért egy átfutása, tehát kell mondjuk, hogy egy három nemzedék lepörögjön, mielőtt aztán a következő nemzedék azt gondolja a három nemzedékkel ezelőtti nemzedékről, hogy az milyen menő volt tényleg. Consider some of the great men of
of the church. Meggondoljunk bele néhány nagyszerű egyházatjába. The Apostle Paul. Például Pál apostol esetébe. Augustine. Vagy Szent Ágostonra, ha gondolunk, vagy Aquinoi Szent Tamásra. Martin Luther. Meg Luther John Calvin. Calvin Jánosra. Billy Graham. Vagy Billy Grahamre. These are meteors in the sky of history. Just meteors. Tehát came and went. Ők lényegében üstökösök a történelem egén, ők jöttek és mentek. But to Jesus and to Jesus alone is glory forever and ever. Viszont Jézusé, és egyedül csak Jézusé a dicsőség örökkön örökké. In every generation. Minden nemzedékben. Just in this room there are many different generations honoring God, worshiping God. Ebben a teremben is különböző nemzedékek képviseltetik magukat, akik mind tisztelegnek Isten előtt, dicsérik őt. He is the only one ever worthy in every generation to be worshipped. Ő az egyetlen, aki bármelyik nemzedékben valaha is méltó volt és méltó lesz a dicséretre. Now go back to verse 20. Visszakanyarodva a 20-as vershez. Every doxology has a there's kind of a theme for why they're praising the Lord. Minden doxológiában van egy konkrét vezérfonal, ami megmutatja nekünk, hogy miért dicséri az ember ilyen formában Istent. It kind of sums it all up. Lényegében összefoglalja ennek a célját. So what is the doxology? What is the summation of this doxology? Szóval mivel foglalhatnánk össze ezt a doxológiát itt? Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think according to the power that works in us. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. What causes Paul to absolutely worship God is this. Amitől Pál teljes imádatban leborul Isten előtt, az a következő. And as he focuses in on the church particularly, he says, God can do anything. És ahogy különösen az egyházra fekteti a hangsúlyt, azt mondja, hogy Isten bármit megtehet. He can do more than I ask, and he can do more than I ever thought. Meg tud tenni sokkal többet annál, mint amit én kérni tudnék, vagy amit én valaha is gondoltam volna. Let me put it like this. If Paul were the pastor here. Hadd fogalmazzak így, ha Pál lenne a pásztor ebben a gyülekezetben. Every time he lifted up his eyes in prayer. Minden egyes alkalommal, amikor feltekint az égre. He would hear God saying, I can do more. Akkor hallaná, hogy Isten azt mondja neki, hogy én többre vagyok még ennél is képes. I can do more than you're asking and more than you even think. Többre vagyok képes annál, amit te kérsz, vagy amit te egyáltalán gondolsz. And Paul would then pray for power. Lord, give me strength in the inner man that I can walk in all that you have for us. És akkor Pál imádkozna és kérné Istent, hogy erősítse meg az ő belső emberét, hogy abban tudjon járni, mindabban, amit Isten számára elkészített. Lord, you have more for the church, then give the church more, but give us the power to walk in that in the more things that you have. Uram, ha többet szánsz az egyháznak, akkor adj többet, de aztán add meg az erőt ahhoz, hogy belelépjünk ebbe a több mindenbe, amit nekünk szánsz. And then he would pray again. És aztán újra imádkozna Pál. And he would hear God say, I could do more. És megint hallaná, hogy Isten azt mondja, hogy még többre vagyok képes. And so he would launch into a deeper strength. Úgyhogy ő még inkább kiáltana erőért az egyház számára. And then he would hear God say, I can do more. És aztán ismét hallaná, hogy Isten azt mondja, hogy még többre vagyok képes. I can do more than you ask, and I can do more than you think. Többre, mint amit te kérsz, többre, mint amit te gondolsz. More isn't about lots of things. A több nem azt jelenti, hogy több dolog. But more also is about the quality of what it is that God is doing. Hanem a több az egy minőségi többletet is jelent. Tehát egy minőségileg több mindent azzal kapcsolatban, amit Isten csinál. We as a church don't want to just be a busy church. Busy isn't always good. We talked about that last week. Mi egyházként nem csak arra törekszünk, hogy rengeteg sok mindent tegyünk. Ez nem mindig csak jó. Erről múlt héten már volt szó. But more in the things of God. De többet deeper. Szeretnénk jobban bele szeretnénk folyni mélyebben Isten dolgaiba. And that's what Paul heard when he would cry out to the Lord. He would hear God say, I can do more than you're thinking right now, Paul. You're thinking small. I can do more. You're asking small. I can do more. És Pál, amikor kiáltott Istenhez, akkor újra meg újra ezt hallotta tőle, hogy Pálnak ezt mondta Isten, hogy Pál, te most kicsiben gondolkodsz, de én ennél sokkal többre vagyok képes. Sokkal többre, mint amire te gondolsz most, vagy amit te egyáltalán kérnél. Többre. And this is what causes Paul to say, now to him be glory in the church forever. Ez indítja Pált arra, hogy azt mondja, hogy azé, vagyis övé a dicsőség az egyházban örökkön örökké. Paul sees two things happening here. Pál két dolgot lát itt. He sees the power of God over the church goes beyond what
we think. Egyrészt meglátja azt, hogy Isten hatalma az egyházon meghaladja azt, amit mi gondolnánk. And he sees that the love of God goes beyond what we can think. És azt is felismeri, hogy Isten szeretete túlmutat azon, amit mi gondolunk, vagy amit mi abból ismerünk. Do you see the parallel here? Látjátok itt a párhuzamot? Power of God in verse 20, the love of God in verse 19. Hogy a 20-as versben Isten hatalma, a 19-es versben Isten szeretete. I mean, just imagine it like this. Imagine the love of God like a huge weather front coming in. És úgy képzeljétek el, hogy Isten szeretete az mondjuk egy fronthatás, vagy egy ilyen hatalmas vihar, ami érkezik. Here comes the love of God. Itt jön Isten szeretete. And then here on the other side comes the power of God, another storm front coming in. És aztán a másik irányból is érkezik egy fronthatás, Isten hatalma. And what is the result? What is produced when these two come together? És amikor ez a kettő fronthatás találkozik, akkor mi az eredmény? The people of God saying glory to God in the highest. Amikor Isten népe azt mondja, hogy dicsőség a magasságban Istennek. The people of God, God's love is overwhelming me, God's power is overwhelming me. To him be glory. Amikor lenyűg az Isten szeretete, amikor lenyűg az Isten hatalma, és önkéntelenül is azt kiáltjuk, hogy Istené a dicsőség. To him be glory. Hogy övé a dicsőség. Today and tomorrow and forever. Ma, holnap és mindörökké. Amen. We're going to worship the Lord some more. Mike Amen. And the gang. Egy kicsit még fogunk dicsőíteni. Are going to come back up. Csapata visszatér a színpadra. Listen, it's early. Don't worry about what time it is. Ne aggódjatok, mert még korán van. I promise, I got done early. Időben vagyunk, szóval ne féljetek, korán befejeztük a tanítást. We've been in the presence of the Lord. Let's take a couple moments and worship the Lord. Az Úr jelenlétében voltunk eddig is, és most szálljunk egy pár percet még arra, hogy Istent dicsérjük. And maybe listen, before you just immediately feel the need to sing, you think about it. God's love is more, God's power over your life is greater. So much is working on your behalf. Give time to really truly worshiping the Lord. És talán mielőtt elkezdenétek énekelni, gondolkodjatok el egy kicsit ezen, hogy milyen hatalmas Isten ereje, milyen hatalmas Isten szeretete irántatok, hogy ő mellettetek áll, hogy ő a ti érdeketeket szolgálja, és ezért munkálkodik. Imádkozunk. Father, thank you. Lord, that your love goes beyond my knowledge. Uram, köszönjük, hogy a te szereteted az a, ami ismeretünket meghaladja. You've loved us with an everlasting love. És hogy egy örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket. And you can do more than we ask or think. És többre vagy képes, mint amit mi kérni tudnánk, vagy akár gondolhatnánk. It's so comforting, Lord, to know that the things that I ask for, Lord, you're greater than those things even. Uram, vigasztalást nyújt ez számunkra, tudni azt, hogy ezek a dolgok, amiket kérünk, te ennél még nagyobbakat is tudsz adni. And you can meet me not just what I'm asking for, but beyond what I'm asking for. És nem csak ott tudsz megérinteni, amit éppen kérek, hanem még azon túlmenően is. And we worship you, Lord. És mi dicsérünk téged. Lord, meet us again. Just cause your presence to overwhelm us. Gyere, Uram, találkozz itt velünk ismét ma délelőtt, és hadd nyűgözzön le teljesen a te jelenléted bennünket.
Faith to do with me, would you lift up your hands and let's pray to the Lord. És ha van rá hited, akkor kérlek, hogy emeld fel te is a kezed velem együtt, és imádkozzunk az Úrhoz. Lord, in this church may you receive glory. Uram, legyen tiéd a dicsőség ebben a gyülekezetben. Lord, may our lives bring you glory. Uram, szerezzen neked dicsőséget a mi életünk. Lord, in our generation and in every generation. Uram, ebben a nemzedékben és minden más nemzedékben. You are worthy to be praised. Te méltó vagy arra, hogy dicsérjünk. Lord, you have loved us with an everlasting love. Uram, örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket. Lord, you are willing and able to strengthen us in the inner man. Uram, te meg tudsz erősíteni és meg is akarsz erősíteni bennünket. To reside in every part of our lives. És szeretnél ott lakni az életünk minden területén. Lord, you are able to do beyond what we can ask or think. Uram, te képes vagy megtenni dolgokat, amelyek messze túlmutatnak azon, amit mi kigondolnánk, vagy amit mi kérnénk. Úgyhogy tiéd a dicsőség. In the church. Az egyházban. In Christ Jesus. Krisztus Jézusban. For all generations. Nemzedékről nemzedékre. We love you, God. Szeretünk, Urunk. We want all that you have for us. És szeretnénk elkérni mindazt, amit számunkra tartogatsz. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. 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 The Lord be